Jó napot kívánok! Köszöntöm kedves nézőinket, ez itt a legújabb Enigma, amelyben az új Selyemút projektről fogunk beszélni. Köszöntöm a stúdióban dr. Drábik János közérúrat, szervusz! Köszönöm a meghívást! Kína gazdasági fölényéről ma már senkit nem kell győzködni. Az 1980-as, 90-es évek erőszakos, háború alapú és angol száz dominanciájú paradigmájával, amelyet elsősorban George Bush, illetve Margaret Thatcher neve fémjelez, egy valós, reális és békés alternatívát nyújtó új paradigma látszik kibontakozni, amelynek az új Selyemút projekt nevet adták. Szülőatya egy amerikai filozófia professzor, egy bizonyos Lyndon LaRouche, amelyet felesége Helga Cepp LaRouche népszerűsít ma is a világon. Kína nemrégiben felvállalta ezt a projektet, és Xi Jinping kínai elnök vezetésével dinamikusan elkezdett kiépülni a világon az új Selyemút. János, mit jelent az új Selyemút paradigma, kik a valódi megalkotói és kik a megvalósítói? Hogyan alakítja át ez a világgazdaságot? A Selyemút az egy történelmi fogalom, hiszen a középkorban, de még a középkort is megelőzően már működött az, amire úgy hivatkozunk röviden, hogy a Selyemút. Ez lényegében olyan nagy út kapcsolatot, sőt, útrendszert jelentett, amely Ázsiát összekapcsolta, mondjuk Kelet-Ázsia, Kínát összekapcsolta Dél-Ázsiával, összekapcsolta az arab világgal, Közel-Kelettel, és összekapcsolta végső soron Európával is. Na most Kínával kapcsolatban csak gyorsan, de annyit érdemes megjegyezni, hogy ugye egy olyan országról van szó, amelynek egy óriási több ezer éves múltja van, tehát nem csak azért lényeges Kína, mert ma mintegy 1400 millió lakosa van, és hát a világ egyik legnagyobb területű országa is, és amellett ma már a világ második ipari hatalma. De ez az ország a történelme során, amikor a központi hatalom gyengébb volt, akkor a határainál lévő kisebb népek azok önállósították magukat, leszakadtak. Amikor megerősödött a központi hatalom, akkor ezek a Kínát körülvevő országok a kínai központi hatalom ellenőrzése alá kerültek. Tehát így mindig attól függen, hogy milyen erőviszonyok uralkodtak a szűk értelembe vett Kínában, ahhoz képest a birodalom, a kínai birodalom az nagyobb területű volt, vagy kisebb területű. De az mindig fontos dolog volt, hogy kereskedelmet folytasson, hogy meglegyenek a kereskedelmi kapcsolatok, és hát a Selyem az itt csak egy jelképes dolog, mert hát itt mindenféléről szó volt, amit az akkori világban, Kínában például, de Kelet-Ázsiában előállítottak, tehát például, hogy a fűszerekről ne beszélt. Ez legalább hívhatnánk úgy is, hogy a fűszerút. Mert rengeteg fűszer érkezett ezen az úton, mindenféle fajta. De nem csak az. Vagy a porcelánút, mert hát ugye luxuscikkek. De bizony fémekből készült mindenféle cikkek is. Tehát az akkori technológiának megfelelő mindenféle áru mozgott ezen. És ez nem egy egyenes út volt, hanem rengeteg elágazással, rengeteg bekötő úttal.
És ez működ. Tehát itt útrendszerről van szó, amely összekapcsolta Kelet-Ázsiát, közelebbről Kínát, összekapcsolta az akkor, tehát ami akkor volt ugye, például a Római Birodalom, aztán később ugye az a Európa, amiből hát kifejlődtünk mi most, mai európaiak. Tehát ennyit érdemes erről elmondani. Az, hogy Kína megint egy olyan fázisba jutott, hogy megerősödött a központi hatalom, Kína kiterjesztette fennhatóságát az öt körülvevő népekre, országokra. A legutolsó ilyen nagyobb akciója, hát amikor Tibetet, hát lényegében annektálta, nyugodtan kimondhatjuk. És hát jelentős, például ugye az ujgurokat annektálta, és így tovább. Tehát amióta erős, van, amit még nem tudott visszaszerezni, mert például ugye Tajvant még nem tudta visszaszerezni, de nem ismeri el a két Kína létezését, és előbb-utóbb valószínűleg ez is úgy fog megoldani, hogy valamilyen módon Tajvan is az egységes kínai nagyhatalomnak a része lesz. Tudjuk, hogy Hongkong is brit koronagyarmat volt. De lejárt a mandátuma, és visszakerült Kínához. Brit koronagyarmat volt, igen, 90, formailag 99 évre bérelték ki, de hát a 99 év itt az már rendszerint azt jelenti, hogy örökre. De úgy alakultak az erőviszonyok, hogy annak a nyugatnak, amelynek ugye Anglia és Anglián belül a kvázi államot képező korona birodalom, amely nem a brit korona, hanem a City of Londonban lévő korona klubban székelő kvázi kormánynak a birodalma volt. Ez végül is ugye megállapodott Kínával, hogy Hongkong is visszakerül. Na most ez csak egy ilyen bevezető volt. Kína miért állt elő ezzel az új Selyemút programmal, amely a Land Bridge nevet is viseli, de hát mi az, hogy Land Bridge? Tehát földrészeket összekötő tulajdonképpen útrendszer, ami eleve lehet kétféle. Az egyik a szárazföldi, amit ma úgy mondanánk, hogy az eurázsiai Land Bridge, vagyis a eurázsiai földrészeket összekötő útrendszer, amelyik, aki a geopolitikával foglalkozik, tudja, hogy milyen óriási jelentősége van Eurázsiának, mert az képviseli az ellensúlyát annak, amit mi a maritim, vagyis a tengeri hatalmaknak, amelyhez a nyugat tartozik, és amely lényegében ma a domináns hatalom a világban, az ellensúlyát. Csak hogy most nem arról a földrészeket összekötő útrendszerről van szó, ami az eurázsiai, hogy most mondjak, szárazföldi országokat kapcsolja össze, mert itt ugye az eurázsiai földrész az a világnak a központja, mert a legnagyobb földrész. A Eurázsia egészhez képest Európa is tulajdonképpen az eurázsiai földmasszának a nyugati nyúlványa, ezt hívják Európának. Tehát ez az óriási
földmassa, ez ma is azt jelenti, hogy aki ezt a földmasszát uralja, az lényegében az egész világnak a hegemónja lehet. De most nem csak erről van szó, mert most Kína számításba vette, a tengeri útvonalat, hogy a maritim, tehát a tengeri útvonalat is kiépíti, és kiterjesztette, tehát a középkorihoz képest, amely csak a földmasszán hatolt keresztül, keletről nyugatra, most már a földrészeket is összekötő tengeri selyemutat is, a selyemut az szimbolikusan értendő, ő kiépíti, amely már igen kapcsolatba veszi a dél-amerikai kereskedelmi útvonalakat, igenis kapcsolatba veszi Ausztráliát, és hát ott ne feledjük, ott van Indonézia, megint egy rendkívül népes ország, gyorsan fejlődő. És igen, figyelembe veszi Vietnám, Malajzia, egész Szingapurig. Az egyetlen, ami most még a közismerté, az ismerté vált programokból kiderül, hogy nem épült be szervesen, mint kimaradni látszik, az India. De India, ugye a klasszikus India, amely valamikor magába ölelte Bangladest, meg Pakisztánt, az nem maradt ki, mert Bangladesh felé megépült a koridor, illetve épülőben van, de megépült múlt időben Pakisztánon keresztül ez a Selyemút koridor. Tehát már kész van. És valójában ezt sérelmez India, ezért például nem is ment el az idei május, tehát a 2017. május 15-i fórumra Pekingben nem is ment el, mert ők sérelmezik, hogy ez a korridor, amely ugye Pakisztánon át vezet, vitatott területen is keresztül halad, Kasmíron. Ugye Kasmíron vitatkozik Pakisztán és India. Ugye azért vitatkozik, mert annak idején, amikor India elnyerte a függetlenséget, gondoljunk Gandhira, és az ő évtizedeken át tartó függetlenségi küzdelmére, akkor az angolok ugye vallási alapon létrehozták a muszlim Pakisztán, Kelet-Pakisztán és Nyugat-Pakisztán, de ez szétvált, és a Kelet-Pakisztánból lett Banglades, Nyugat-Pakisztán az, amelyik pak, és a többi rész, ahol a hinduk laknak, meg más vallásúak, az lett India, de Kasmír, amely egyébként egy gyönyörű vidék, térség Svájcának nevezik, az vitatott maradt. Ott a mai napig folyik a vita, és lám ez kihat erre a Selyemút projektre is, mert India rossz néven vette, hogy Kasmíron keresztül Pakisztán már meg is építette ennek az óriási programnak az egyik elágazását az indiai óceán felé. Na most... Hát ha már az érdeksérelmeknél, illetve a rossz néven vevéseknél tartunk, akkor geopolitikai kontextusba helyezve a dolgot, mert nem lehet máshogy, hiszen ez szintiszta geopolitika. Említetted itt, hogy Eurázsia és az eurázsiai kontinens a világ közepe, és aki azt uralja, az uralja úgymond a világot. Most az atlantista nézőpontból Európa, illetve Európa nyugati része pedig ugye az atlanti tömbhöz tartozik, az az atlantista vagy maritim tömbhöz tartozik, amelyet a New World Order, az új világrend, ez a nagyon erőszakos, angol szász dominanciájú, fegyverekre,
katonai hatalomra, katonai jelenlétre építő kereskedelmi dominancia és kulturális és mindenfajta dominancia magába akar szippantani, vagy magának akar tartani. Na most ezt tulajdonképpen békés módon igyekszik ellensúlyozni ez az új eurázsista projekt, aminek Kína most az élére állt. Kérdés, hogy ezt az érdeksérelmet az angol száz hatalmi tömb ezt hogyan lesz képes elviselni, illetve kompenzálni. Nyilván a maga dominanciájáról nem akar majd lemondani. Nem tudom, világos-e, amit mondok. Igen. Hogy ez egy harc, ez egy gazdasági eszközökkel vívott háború is. Így van. Tehát Kína, amely most erős központi hatalom, tehát magában a kínai birodalmon belül, hogy így fejezem ki magam, erős a központi hatalom, és amely tudjuk, hogy Deng Xiaoping óta egy sajátos piacgazdaságot is bevezetett, de megmaradt az erős államhatalom, a kommunista párt hatalma is megmaradt, amely az államhatalmat kézben tartja, de ez egy olyan kommunista párt, ahol a szuper kínai bankárok és nagy tőkések is a párt tagjai, tehát kommunista párttagok. Nincs, tehát Kínában meg van engedve, hogy a nagy tőkés is kommunista párttag legyen. Az államkommunizmus és az államkapitalizmus az karöltve tehát halad egymással. Tehát egy sajátos kínai teljesen speciális. Kínai rendszer alakult ki, de ennek sok előnye van, mert az egyik előnye az, hogy a központi hatalom és a közösségi érdeket néző államhatalom az olyan módon szabályozza a gazdasági életet, a pénzviszonyokat, hogy a közérdek és a magánérdek, amely a magánérdek az ábóvó, az egyéni önzést tartja szem előtt, vagyis a profitot, az állam meg köteles a közérdeket szem előtt tartani. Tehát ez a fajta rendszer valamilyen módon az erőseknek az önzését és a gyengéknek a védelmét egyensúlyba tartja. Tehát ugye, ha már ez előjött, akkor megjegyezném azt, hogy tudjuk, hogy milyen szörnyű dolog történt a Tiananmen téren. Pont most van az évforduló, június 5, június 6. Igen. Tudjuk, hogy mi történt. De az azért történt, mert a kínai vezetés akkor már elszánta magát, hogy ő átveszi a piacgazdaságnak azokat a módszereit, amelyekkel Kínának lendületet adni és versenyképessé lehet tenni, de azzal is tisztában volt, hogyha hagyja, hogy ez a kvázi színes forradalom, akkor megragadja az államhatalmat Kínában, akkor újból előállnak azok a kaotikus, anarchikus viszonyok, amelyekből alig tudott Kína kikászálódni. És hogyha összehasonlítjuk, hogy ugyanazok a liberális, neoliberális, globalista erők, amelyek akkor ott voltak, hiszen tudjuk, hogy ott volt például Gene Sharp is ott volt, aki tudjuk, hogy ezeknek a színes, bársonyos rendszer és kormánybuktató mozgalmaknak a profi szakértője. Tehát ott nem valami teljesen ártatlan kis dologról volt szó, ott lényegében a kínai központi hatalom megdöntéséről volt szó. Ez nem jelenti azt, hogy én személy szerint nem sajnálom
rendkívül azokat a fiatalokat, akik egyébként meg voltak tévesztve. Nem tudták tulajdonképpen, hogy milyen erők használják őket. De ha összehasonlik, hogy Oroszországban meg tudták ezt csinálni, és ott mivel járt a rendszerváltás? Hát a rendszerváltás az ország elképesztő kirablásával járt, ahol a nyugat a saját technikáival és az igen gyorsan létrejött orosz oligarchia egymást versenyezve gyalázatos módon szétrabolta egy világbirodalomnak a gazdaságát és a vagyonát, és lesülyeztette egy közepes országnak a szintjére, amely még arra se volt képes, nemhogy a tanároknak nem tudott fizetést adni, a katonatiszteknek nem tudott fizetést adni, a rendőröknek nem tudott fizetni. Na ezt, és hogyha megnézzük, hogy egyfőre kivetítve, mivel járt Oroszországban az átállás a piacgazdaságra, és mivel járt az egyfőre számítva az átállás Kínában a piacgazdaságra, Kína fejenként 20 ezer dollárt nyert. Oroszország meg elképesztő vesztességgel tudta azt, hogy ezt, hogyha annak idején a kínaiak nagyon, nagyon intelligens módon fölismerték, hogy a glasnost és a perestroika nem működik együtt. Szóval a Deng Xiaoping nagyon nehezen határozta el magát. De azt amikor, mondták, hogy nem lehet egyszerre gazdasági és politikai struktúraváltás. Vagy az egyik, vagy a másik. Szóval Kína a rendszerváltásból óriási nyerességgel vált. Így van. És így van. Az összes többi, beleértve Magyarországot is, hatalmas óriási vesztességgel került ki a rendszer. Mert szétrabolták. Igen. Most nem menjünk bele, ez érdemes majd egyszer mégis visszavenni, hogy hogyan rabolták szét, és kik Magyarországot, meg Oroszországot. Érdemes egyszer ezen konkrétan végigvenni, de most csak azt akartam mondani, hogy Deng Xiaoping már elszánta magát, mert ő mondta azt, hogy nem érdekes, hogy milyen színű a macska, csak fogja meg az egeret. Lehet annak piros színe is, ha megfogja az egeret, akkor rendben van. Így. És magyarán maradhat kommunista az állam, persze, hogyha nyit a piacgazdaság felé, pontosan, és az egyéni teljesítménynek és vagyonosodásnak ez egyébként egy érdekes kis ember volt ez a Deng Xiaoping. Mao Zedong nem sokat járt Moszkvába, talán 2-3-szor. Az egyik, még Stalin élt, elvitte magával a Deng Xiaopinget. És mondta Stalinnak, hogy ez egy kis pici ember. De azt mondja, elképesztő nagy esze van. Így mutatta be a Mao Zedong Deng Xiaopinget, aki aztán ő maga is egy darabig, ugye amikor volt ugye a kulturális forradalom, akkor egy darabig ő is kegyvesztett lett, de hamar visszavette. És aztán Mao Zedong után nem volt semmilyen rangja, de ő volt az ország irányítója. Nem volt elnök, nem volt miniszterelnök, nem. De ő volt az, aki az országot irányította. És azok, akik most irány, például Xi Jinping, az ő egyik követője. Na most, menjünk tovább. Tehát amikor olyan fázisba jut Kína, hogy offenzív tud lenni, vagy expanzív, inkább maradjunk. Akkor maradjuk úgy, hogy ez egy kicsit erőszakos. Jó, igen, expanzív tud lenni. Az azt jelenti, hogy ő neki ezt úgy kell megcsinálnia, békésen, háború nélkül, hogy lehetőleg minden szomszédjának és mindenkinek, akivel kereskedelmet folytat, az megtalálja benne a saját érdekeit. És ezért volt az, hogy az a Lyndon LaRouche nevű, francia neve van, de ő egy törzsökös amerikai. Ugye hát valamikor az Egyesült Államok közepe, Louisiana, az francia gyarmat volt, Napóleon adta el Amerikának, ugye. De mindegy. Szóval ő amerikai.
a Columbia Egyetemen végzett, közgazdász is. Tehát ez a Lyndon Rarush, aki fiatal korától eleinte marxista volt. Tehát ha nem is volt kommunista pártag, de nagyon közel állt a kommunista nézetekhez. Most csak megjegyzem, hogy a trockisták, akik szintén a legszélső baloldali bolsevikok és kommunisták voltak, hát azok most a neokonzervatívok. Tehát a mai neokonzervatív amerikai politikai elit, az korábban trockista volt. Ezt nem árt, ha tudjuk. Nem azt jelenti, hogy minden egyes tagja egy trockista, baloldali, ilyen-olyan kommunista vagy más szocialista pártnak a tagja lett volna, de amblok a neokonzervativizmus, az korábban trockizmus volt. Trockista szakaszában a proletár permanens világforradalom, neokonzervatív szakaszában pedig a nyugati értelembe vett, tehát a pénzuralmi demokráciának a háborúval való, minden áron való terjesztését jelenti. Tehát ha a népek beledöglenek, akkor is odavisszük a demokráciát. Persze melyik demokráciát? A pénzhatalmi világelit demokráciáját. Na most, menjünk tovább. Tehát, amikor arról van szó Lyndon Rarush életében, hogy neki választania kellett, kezdettől fogva szembe találta magát ennek a nyugati pénzhatalmi államok feletti pénzhatalmi világelitnek a pénzpolitikájával. És ő hosszú éveket szentelt annak, hogy azt a pénzrendszert, amely állítom, majd erről egy pár szót szólunk, amely igenis a pénzügy és a gazdasági összeomláshoz vitte, ahol most vagyunk, vitte a világgazdaságot, ő azt mindig le akarta cserélni. És mivel az élet úgy hozta, hogy én nekem volt személyesen is alkalmam vele két ízben találkozni, sőt olyanokkal is beszélni, akik az ő kvázi követői, mert hiszen beindult egy mozgalom is, komoly vitákat folytatunk, mert én nem értek azzal egyet, hogy a Hamilton-féle pénzrendszer lenne a megoldás, a jelenlegi összeomlás széléhez jutott pénzrendszerhez képest, hanem az én álláspontom szerint, meg mások, például Siklaki István és Varga István és mások álláspontja szerint is, a megoldás Silvio Gezella megoldás, amely aki az ő reformjainak az alaptételeit kidolgozta, és a natürliche Wirtschaftsordnung, tehát a természetes világ gazdasági, természetes világgazdaság című könyvében, ami magyarra is le lett fordítva, Siklaki István végezte el ezt a munkát, meg is jelent. De menjünk vissza a Larushoz. Csak egy-egy mondatban. Muszáj Larushoz menni. A nézők kedvéért a Hamiltoni, illetve a másik modellnek a lényegét segítsünk a nézőknek abban, hogy mi a fő különbség a kettő között. Hát nem nagyon lehet két mondat. Először is tudni kell, hogy Hamilton az a Rothschild háznak, a már mellétező Rothschild háznak az Amerikába irányított egyik főembere volt, akinek többek között ugye az volt a célja, hogy az államtól vegye el a pénzkiadás jogát, és ez lényegében egy magánbankra helyezze rá. Én eleve, abóvó, az, hogy a jegybank szerepét, a központi bank szerepét, vagyis egy komoly közfunkciót, egy magánszervezet, egy magánbanklás, én ezzel eleve nem fogok egyetérteni. De nem csak erről van szó, hanem itt arról is szó van, hogy mire tesszük a hangsúlyt, a reálgazdaságra, vagy a pénzgazdaságra. Ami pedig
Silvio Gezelt illeti, hát a Silvio Gezel egyértelműen a reálgazdaságra tette, sőt a természetesen működtetett reálgazdaságra, amely felett nem uralkodik az a pénzrendszer, amelyet eleve az a pénzrendszer, amelyet eleve, hogy úgy mondjam, kisiklat a kamat. Majd mindjárt most mai példát is mondok rá. De Silvio Gezel, ő azt mondta, hogy kamatmentes pénzrendszerrel is ragyogon lehet működtetni egy gazdaságot, és ha már rövidnek kell lenni, megpróbálom röviden elmondani. Ő abból indult ki, hogy a gazdasági élet országútja, vérkeringése az a pénzrendszer. Na most, ha valakinél a pénz van, és azt nem, és azt elkezdi fölhalmozni, mert abból indul ki, hogy minden áru romlandó, de a pénz áru nem romlandó, ezért majd akkor, amikor a pénzért, ha már hiányzik, felárat adnak, majd akkor jövök elő vele. Vagy lényegében úgy viselkedik a pénzrendszer, mint egy utonálló. Elállja az utat, és akkor engedi tovább a természetes mozgásokat, áru, stb., hogyha azért tulajdonképpen utonálló díjat szed. Ez ugyanolyan, hogy hasonlatot mondjak, mint hogyha valaki elállná a nagykörúton a 6-os villamosnak a menetelét, és azt mondja, hogy csak akkor engedem tovább a 6-os villamost, ha nekem útvámot fizet. Ezt mindannyian úgy gondoljuk, hogy ez gyalázat, és az illetőt ugye sürgősen eltávolítanak. De végeredményben erről van szó, amikor a pénzrendszer tulajdonosai ilyen-olyan-amolyan spekulációs okokból visszatartják a pénzt, hogy más módon egy extra kamathoz, extra profithoz, extra jövedelemhez jussanak, és valójában büntetni kellene azt, aki akadályozza, hogy a pénz a maga természetes funkcióját töltse be, és nem jutalmazni, hogyha nem vagy utonálló, akkor jutalmat fizettek neked. Ez most csak egy hasonlat akart lenni, talán nem a legszerencsésebb és legjobb, de azért a lényeget kimutatja. Mert Silvio Gezel igenis azt mondta, hogy a pénznek ezt a természetes funkcióját kell, és ezt rendesen ki is dolgozta. És hogy mekkora, és hogy milyen jó volt, amit ő csinált, arra csak hadd mondjak két példát. Amikor volt a nagy gazdasági világválság, Franklin Delano Roosevelt, ugye akinek ezzel szembe kellett nézni, a 29-33-as időkről van szó, akkor az Egyesült Államok egyik legkiválóbb közgazdászát, aki matematikusból lett közgazdász, úgy hívták, hogy Irving Fisher. Azt kérte meg, hogy segítsenek, és ő segített is. És akkoriban volt, hogy Ausztriának a pénzügyminiszter Alois Schumpeter, aki egyben egy nagy társadalomtudós is volt, nem csak politikus, és amikor ő Amerikába ment, ugye Anschluss, stb., akkor ő neki a Harvardon a diákok megkérdezték a véleményét. És ő azt mondta a diákoknak, hogy Irving Fisher Amerika legnagyobb közgazdász. És ezt visszamondták a diák, hogy professzor úr azt mondta, a Schumpeter professzor, hogy maga Amerika legnagyobb közgazdász. Mert ő azt válaszolta, de én magamat, Silvio Gezel, argentin üzletember, ő német származású volt, de Argentinában lett üzletember, szerint tanítványának vallom. Ezt válaszolta a diákoknak Irving Fisher. És amikor ez már Angliában volt, mentek
a Keyneshez, aki olyan kiváló nagy közgazdász volt, hogy lordi címet is kapott. És mondták neki, írta a főművét, egy óriási művet tett le az asztalra, és mondták neki a tanítványai, hogy hát miért nem használja Silvio Gesellnek a Natürliche Wirtschaftsordnungot írt, és azt mondja, én ismerem a könyvet, még most próbálkozzunk azzal, amit én javasolok. De én már most megmondom önöknek, hogy a 21. század a Silvio Gesellé. Most itt befejezem, megyek térjünk tovább. Vissza az új Selyemútra. Térjünk vissza a Selyemútra. Például, hogy hány országot érint ez a rendszer? Mert de hát én a Selyemútról beszélek, paradigma. Mert tulajdonképpen... Tudom, a két különböző Lyndon, gazdasági modell, nem, pénzügyi modell. Nem csak, hanem Lyndon LaRouche-ról beszélek, mert ugyanis az új Selyemútnak a felélesztését nem a kínaiak találták ki. Hanem Lyndon LaRouche. És az egyik legnagyobb népszerűsítője pedig a felesége lett Helga Csepp LaRouche. És ők annak idején elmentek a Szovjetunió, még volt van Szovjetunió. Tehát ezzel a 80-as, én először LaRouche-nak ezekről a elképzeléseiről, én még Amerikában élek, amikor én erről olvasok először. Tehát ezt ők elevenítették föl, ők talált, olyan értem, hogy ők modernizálták. És modernizált elképzelésükkel végig járták a világot. Elmentek Moszkvába is, Peking, mindenhova elment. Először Amerikába kezdték, természetesen. És tulajdonképpen Moszkvában figyelmesen meghallgatták ugyan őket, de annyi már belső probléma volt, most Gorbacsov-féle vezetés van már, hogy... Épp elég bajuk volt nekik. Nem, mert ha a Szovjetuniót a szabadkövesek nem bomlasszák fel, akkor lehet, hogy ezt meg lehetett volna ott csinálni. De hát a Szovjetunióban a belső válság miatt ezek az elgondolások nem hullottak termékeny talajra. De egész más volt a helyzet Pekingbe. Pekingbe, ahol ott volt egy Deng Xiaoping, aki többek között, hogy átállította a kommunista Kínát a piacgazdaságra, tehát kombinálta a nyugati piacgazdaság előnyeit az erős központi hatalom előnyeivel, ebbe benne voltak a LaRouche-ék is. Sőt, amikor 1996-ban ezt már részletesen is kidolgozták, és akkor még csak tulajdonképpen a Landbridge-ről, tehát a valódi Selyemútnak, tehát a szárazföldi Selyemútról volt szó, tehát egy olyan elgondolásról, hogy igen, mondjuk legyen egy gyorsáratú vonat Sankály és Szentpétervár között, vagy Szent Petersburg között, és ilyesmi. De hát az, hogy ez végül is Kínában termékeny talajra hullott, az bizonyítja az, hogy meghívták Helga Csepp LaRouche-t, tehát a feleséget, aki bizony nagy nemzetközi előadás sorozatot, szimpóziumot tartott Pekingben az ottani legfőbb vezetőknek, és népszerítette ezt a Silk Road, azt a nevet is kapta, hogy Lady Silk Road, vagyis Selyemút hölgy. Na most ebben látszik, hogy több évtizedes munka van, egy nagyon kemény szellemi munkák vannak. Tehát én nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy tehát... De igazából 2008-as pénzügyi válság után kapott új lendületet ez az új paradigma. Igen, de hadd mondjam el, hogy azért ennek nem csak gazdasági értelme volt. Ennek, hogy a LaRouche-ék ezzel előálltak, és mondom, Kínában pedig az ő elgondolásuk, hogy úgy mondjam, termékeny talajra hoz jutott.
Ugyanis a Larousse-nak az egyik legfőbb célja, tehát a Lindon Larousse-nak is, aki egy mellesleg többször indult elnök választáson, jó, nem sikerrel, mert hiszen állandóan a pénzhatalmi világelitnek az ellenpólusaként jelent meg a politikai életben, de azért ott volt a közéletben, és hát igen, hosszú éveken át kiadta az Executive Intelligence Review-t, ami azt jelenti, hogy tehát a menedzsereknek a információs szemléje. Egy rendkívül magas színvonalú újság volt. Én nekem több száz példány van belőle otthon a lakásomon. Én rendszeresen olvastam, tehát hosszú éveken át, és úgy tudom, hogy elektronikus változatban még mindig megjelenik, hiszen a Larousse-ék élnek. Él a Lindon Larousse is, meg a Helga is él. Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen az ő általuk vezetett Larousse Movement, vagy mozgalom, illetve annak a központja. Volt ilyen, és van is ilyen. És most is van. Igen, most is van. Az egyik legfontosabb think tank gondolati műhely Amerikában. Csak akarom mondani, hogy mi volt nekik a nagy céljuk ezzel a Eurasian Silk Road-dal, tehát ezzel az eurázsiai Selyemút projekttel. Ők az volt az elgondolásuk, hogy ha a szemben álló felek háborúzás helyett neki fognak közös programokat csinálni, maga a program elveszi a konfliktus élét, és ahelyett, hogy egymást gyilkolnák, ölnék háborúval, tulajdonképpen közelebb hozza a népeket, közelebb hozza az államokat, közelebb hozza a potenciális háborús feleket. Vagyis a háborút a legjobban úgy lehet felszámolni, hogyha nagy, tehát eurázsiai szintű, sőt, ugye most egy újabb méretnövekedés, mert most már ez egy világszintű projekt lett, vagyis a háború elkerülésének az egyik legfőbb módja, ha a világ összeáll, és egyesített erővel elkezd építkezni. És itt megint kell mondani egy nagy törvényszerűséget. Hadd mondjam el, mert ez teszi lehetővé, hogy aztán érthető legyen, amikor Xi Jinpingre rátérünk. Ugyanis arról van szó, hogy ha infrastruktúrális programokra történik pénzkibocsátás, az nem inflálja el a pénzt. Erre hadd mondjak egy példát. Amikor 1931-32-33-ban Németországban szörnyű állapotok voltak, több mint 6 millió munkanélküli, az ország teljes hitelembargóba, stb., akkor egy Lautenbach, egy Wilhelm Lautenbach nevű férfiú, aki a Weimari Németországnak a pénzügyminisztériumában volt főosztályvezető. Ez előállt egy tervel, és a következőt mondta. Úgyse kapunk se onnan hitelt. Itt van a nyakunkon 6 millió munkanélküli. Kezdjünk el infrastruktúrát, például autóbánokat. Kezdjünk el építeni úgy, hogy mi bocsátjuk ki a pénzt, ami teljesen fedezetlen papírpénz, fedezetlen pénz, de ha beindítja az infrastruktúra programokat, akkor a program végén előálló reálgazdasági objektum érték, az fedezi a kibocsátott pénzt, és még van egy multiplikátor hatás is, mert ugyanis a 6 millió munkanélkülit fölszívja, és 6 millió ember segélyezése helyett lesz 6 millió munkát végző ember, aki nem csak, hogy munkát végez, de még adott is fizet, és nem kell eltartani. És Wilhelm Lautenbachnak ezt a tervét hívták unortodox pénzkibocsátásnak. Ami most nagyon úgy hangzik, hogy na hát hallottuk ezt, hogy unortodox. De ez volt az unortodox. És hogy ezt miért csak akkor engedték meg, amikor már Hitler volt a kancellár,
hogy miért akkor engedték. Azért, mert a nemzetközi pénzhatalomnak olyan, tehát a nemzeti szocialista Németországban lévő olyan képviselői, mint a szabadkönyves Hjalmar Schacht, vagy a szabadkönyves Norman Montague, aki a Schachtnak részben a, hogy úgy mondjam, a irányítója is volt, de ő volt a Bank of Englandnek akkor az elnöke, a governor, a kormányzója. És természetesen ott volt Max Warburg, aki Hjalmar Schachtnak a helyettese volt. Hjalmar Schacht nem engedte meg se Heinrich, tehát az előző kancellárnak, sem Kurt von Schreier táboroknak, nem engedte meg ezeket a programokat, de amikor Hitler jött, akkor megengedték, mert valójában a pénzhatalmi világelit stabilizálni akart Hitlernek a rendszerét. Mert akkor még úgy gondolták, hogy együtt tudnak vele jól működni. Ezt most azért mondtam el, mert ugyanis ez a projekt, amit most a kínaiak fölvállaltak, de amit a Larus házas pár és munkatársaik dolgoztak ki, itt arról van szó, hogy ez is egy globális méretű infrastrukturális program. És ma már, amikor látták, tehát amikor óriási sikere volt Helga Cseppnek Pekingbe, akkor a férje, Lindon Larus, aki tulajdonképpen a szülőatya a koncepciónak, az rájött arra, hogy ezt eurázsiai szintről globális szintre lehet. Ebbe be lehet kapcsolni nem csak Dél-Amerikát, meg Közép-Amerikát, de ebbe be lehet kapcsolni Észak-Amerikát is. Hát ott óriási mértékben le vannak rohadva az infrastruktúrák. Ezt én merem állítani, hogy így is van. Sőt, mi több, az elfelejtett kontinens, Afrikát is be lehet kapcsolni, aminek a legnagyobb szüksége van infrastruktúra fejlesztésre. Így van, Afrikáról még nem volt szó, de azonnal ráirányították a figyelmet, hogy hány olyan infrastruktúrális projekt, gyors vasútvonat, kikötők, és így tovább, útrendszerek, vízrendszerek, ivóvízrendszerek, stb. Mert óriási, ott az egyik legprobléma a szárazság, és hogy nincs elég egészséges ivóvíz. Tehát persze Afrika, de és beleértve Dél-Ázsia. Tehát beleértve ilyenek, hogy igenis, Vietnám, Malajzia, Szingapur, Indonézia, Fülöp-szigetek és Ausztrália, meg Új-Zéland. Úgyhogy erre mind kibővítették a programot, és akkor a Xi Jinping, aki igazi követője Deng Xiaopingnek, a kisnövésű, de óriás Deng Xiaopingnek, az létrehozott Kínában egy olyan a legkiválóbb tudósokból egy olyan kutató, lényegében think tanket, ami Amerikából sok ilyen van, Brookings Institute, meg Enterprise Institute, és így tovább. Szóval létrehozta ennek egy kínai változatát, és ez részletesen most már elkezdte kínai szempontból úgy kidolgozni, hogy kidolgozták Kína és Kelet-Szibéria, Kína és Nyugat-Oroszország, Kína és Európa, és ennek három ága is van, az egyik ágába tartozik a Belgrád-Budapest. Vasúton. Kínai gyorsan, 400 kilométeres sebessége. Kína. És nem álltak meg itt, hanem igen, Mombasa és Kenya, stb. Tehát Afrika. Kidolgozták Pakisztán felé, sajnos egy kicsit szíriai háború, meg ezen a részen egy kicsit elakadt. De a tervek megvannak. És igen, és folyik a tervezése egy Shanghai-Szingapur gyorsvasútnak a felépítése végig ott a Maláj-félszigeten. Tehát részletesen kidolgozták ennek a tervnek
a részleteit. És amikor már ez vége volt, akkor már a finanszírozás volt átra. És közben ne feledjük, hogy Kína pénzügyileg rendkívül mértékben megerősödött. A világ legtöbb aranya, fizikai aranya is ma Kínában van. És a yuan vagy renminbi, ez ugyanaz, csak két különböző neve van, ez a pénz ma már számos országban betölti a nemzetközi valuta szerepét, amely a nemzetközi kereskedelemben ugyanúgy használható, mint a dollár. Most már csak egy pár perc maradt, úgyhogy egyetlen kérdésem maradt idő. Mit jelent a One Belt, One Road részparadigma ezen belül? Tehát egy öv, egy út. Ezek a fő útvonalak, amiket mondtál, hogy Nyugat-Oroszország, Szibéria egy nagy úthálózat, vagy útrendszer. Mert itt útrendszerről van szó, de azért a főirány, hogyha a főirányt kell nézni, a sok elágazással, mert rengeteg elágazás van. A főirány az bizony Kelet-Kínától egészen a Beneluxokig, a Benelux kikötőkig. Ez a főirány. Na most itt rengeteg elágazás van. És ez a One Belt, ez azt is ki akarja fejezni, hogy ma már az egész világ tulajdonképpen egységes világgazdaságot alkot, és az nem véletlen, hogy Xi Jinping, aki akkora lesz, mint Deng Xiaoping. Na, növésre nagyobb. De mint politikus is, minden esélye megvan, hogy olyan nagy legyen, mint Deng Xiaoping. Ez a Xi Jinping elment Davosba. Hát kik járnak Davosba? Hát az államok feletti pénzhatalmi világelitnek a legfelső szintű képviselője. És ez, tehát az egykori kommunista Kína, ahol még mindig kommunista párt gyakorolja az államhatalmat, de ugye ez, mondtam már, olyan kommunista párt, hogy a nagy kínai bankárok és a nagy kínai korporációknak a tulajdonosai is a kommunista párt tagjai, mert ez egy ilyen kommunista párt, elment Davosba, és elkezdett agitálni mi mellett? A globalizmus mellett. Mert valójában, amikor mi negatív felhanggal mondjuk, hogy globalizmus, nem azzal van baj, hogy valami globális, hát nem azzal van a baj, hanem azzal van baj, ha valami úgy globális, hogy a nemzeteknek, a népeknek az érdekeit, a közérdeket, az semmibe veszi, sőt a nemzeteket eltörli, és úgy globális, vagyis teljesen tág teret nyújt a magánhatalmi önzésnek. Tehát, hogyha arról van szó, hogy a magánhatalom, a szervezett magánhatalom globális úgy, hogy a közhatalomnak még meglévő formációit megsemmisíti, akkor a globalizmus az emberi civilizációnak a halálos ellensége. De ha arról van szó, hogy olyan globalizmus, hogy igen, például a világ infrastruktúrájának a megújításában, abban az egész emberiséget lényegében integrálja, és a háborús konfliktusoknak elveszi az élét a közös munkába való kvázi rivalizálással, versengéssel, amelynek megvan a közös haszna, és amely lehetővé tenni azt is, hogy igen, hogy az emberiség az nagyobb hatékonysággal tudjon kilépni a világűrbe együtt. Vagyis a One Belt, One Road, ugye obor, ezt akarja kifejezni. Tehát egy olyan fajta testvéri nemzetköziség van benne, ahol a hangsúly nem a szervezett magánhatalom önzésén, hanem az értékteremtő munkával való együttműködésen van, amely az emberiség minden tagjának a javát szolgálja. Köszönöm szépen a beszélgetést, János. Ez egy akkora projekt, amit jelenleg szerintem föl se tudunk még fogni, és ez a jövőt fogja igazából meghatározni. A jövő adja meg az erejét, a 21. század egyik vezető projektje lesz. Bárcsak egyre több ország és egyre több állami politikai vezető is felismeri ennek a jelentőségét, mennyivel jobb,
gazdaságban versengeni, és a gazdaságban levezetni az erőket, a fölhalmozott energiákat, mint háborúzni. Egy mondatot akarok hozzáfőzni, hogy nagy tisztelettel gondolok arra a nemzeti kormányra, amely ezt időben fölismerte, és az ő lehetőségeihez mérten gyorsan és maximálisan kiveszi részét ebbe az egész emberiség javát szolgáló projektben. El kell mondani, hogy Magyarországnak stratégiai jelentősége van, Kína szempontjából is, hiszen a nyugat kapujának tekintik, úgyhogy Kína nem véletlenül nyomul ezerrel Magyarországon, erről majd fogunk későbbi műsorunkban is beszélgetni. Köszönöm a beszélgetést János, nézőinknek pedig köszönjük figyelmüket, további szép napot kívánunk, tartsanak velünk a következő adásainkban is, a viszontlátásra!